Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora. Csodaszép napot kívánunk mindenkinek, 8 óra járunk 6 perccel, így 2020. augusztus 3-án ígértünk 8 órára vendégeket, megjöttek az Erikák, úgyhogy minden Potmétert itt fel is tolok, és sok-sok szeretettel köszöntünk benneteket. Akkor kérünk szépen egy bemutatkozást. Pákkalic Erika, a Paksi Szivárány Egyesület titkárnője. Gyönyörű, hibátlan, igen, ti jöttek. Sziasztok, Koncz Erika vagyok, Szivárvány Egyesület elnök helyettese. Jó reggelt kívánok mindenkinek, én pedig Pákolicné Lengyel Erika vagyok, a Szivárvány Egyesület elnöke. Na, hát akkor sok-sok szeretettel köszöntünk benneteket. Van azért itt bőven dolog, amiről beszélhetünk. Az egyesületet nézzük át, hogy így mik történtek. Nem is tudom, nem vagyok jó így megsatszolni, így az idő teljesen elszoktam inni az időérzékemet veszíteni. Mikor jártatok itt, vagy jártál Erika itt utoljára? Hát Erika, tehát hogy igen, a vezető Erikát kérdezem. Itt, most én sem tudom pontosan, hogy egy hónapja, vagy másfél. Igen, nagyjából. Voltam ugye Angyal Kommandó ügyben. Uh-huh. És akkor is említettem, ugye, hogy az Angyal Kommandó is a Paksi Szivárvány Egyesületnek kihelyezett tagozata, úgymond, leányvállalata, igen. Na hát pár szót az egyesületünkről. 2016-ban alakult az egyesület, tehát az idén voltunk 4 évesek, de előtte már működtünk, csak még ugye nem voltunk bejegyezve, ugyanis én a csapatot úgy kaptam készen. Egy létező klub volt, akik vezető nélkül maradtak, és akkor engem ért az a megtiszteltetés, hogy vezessem ezt a kis társaságot, és aztán egy évig, kb. Egy évig működtünk, úgyhogy tehát csak egy informális csoportként, és akkor döntöttünk úgy, hogy lehet, hogy jobb lenne, ha ezt hivatalossá tennénk, mert úgy láttuk ugye, hogy például pályázni ugye csak úgy lehet, hogyha az ember, uh-huh. az ember be van, az csapat be van jegyezve, és aztán így akkor ez 2016 februárjában alakultunk, és akkor a nyárra lett úgy minden papírunk készen. És hát azóta működünk. Alapvető célunk az ugye az volt, hogy ennek a kis fogyatékkal élők ből és rokkantakból álló kis csapatnak szabadidős tevékenységet vagy találkozási lehetőséget uh-huh. biztosítsunk sorstársakkal hasznosan eltölteni az időt, de aztán az idők folyamán a pár év alatt ugye, hogy jobban belekerültünk ezekbe a dolgokba, jobban megismertük a fogyatékkal élők lehetőségeit, azt láttuk, hogy ennél azért többet szeretnénk tenni. Mert nagyon-nagyon... Az ő élethelyzetüknek, igen, úgymond azért, a... Igen, speciális élethelyzetük. Igen. Mert az ő elfogadás, a fogyatékkal élők elfogadása ugye hát nem mondható olyan nagyon-nagyon jónak országos szinten se, és mi úgy vesszük észre, hogy itt Pakson sem. Tehát igen, és ezért vannak most a céljaink között újabbak, tehát az érzékenyítés, uh-huh. a társadalmi akadálymentesítés, úgymond, és hát ehhez ugye... ez azért mennyire jó. Tehát tényleg megvan a szépség ennek a kifejezésnek, igen, társadalmi akadálymentesítés. Igen, tehát, hogy igen, mert ugye nem az épített akadálymentesítésre uh-huh. gondolunk itt, mert ugye az nem azt mondom, hogy az most teljesen 100%-osan profin működik már, de ott ugye vannak lépések. Vannak. Igen. Tehát azért épülnek rámpák, meg fogyatékosoknak WC, meg hasonló dolgok, viszont társadalmi akadálymentesítés az szerintem... Ez nagyon meló, mint igen, a fizikai. Igen, hát az persze, természetesen. Úgyhogy nyilván, hogy ezek nagy munkák, és hát folyamatosan ezeken dolgozni kell. És mi az, amiben megnyilvánul a elfogadás hiánya? Igazából elég érdekesen fogalmaztál, semmi extra nem volt benne, de mégis, hogy tartalmilag mit tud ez jelenteni? Tartalmilag, hogy én ezen mit értek? Hát reméljük, hogy nem csak te, hanem te helyesen is látod azt, igen, amit adott hát esetben. Hát nem mi biztos, nem látjuk helyesen. Igen, most ugye nekem ugye a nagylányom, aki itt is van most a stúdióban, ugye ő is egy Williams-szindrómás fiatal hölgy, tehát, hogy azért elég régóta
benne vagyok ebben a, ebben a dologban, tehát azért elég sok ismeretet összeszedtem ez alatt a 26 év alatt ez ügyben, tehát nem csak az egyesület vezetése közben lettek tapasztalataim. Hát a saját bőrödön gyakorlatilag. Igen, gyakorlatilag saját bőrünkön. Igen. Azokat az akadályokat, igen, a nehézségekkel és, pedig és szembe nem találtam. Mondom, hogy a 26 év alatt nem voltak pozitív változások, mert hazudnék, hogyha ha ezt letagadnám, de úgy látom, hogy ez olyan ez az elfogadás, hogy nyilván mindenki tudja, hogy ugyan el kellene fogadnunk ezeket az embereket. Tehát, hogy ez úgy elméletileg, persze, hogy mindenki úgy csinál, hogy na igen, nem is csúnyán, hanem őszintén fogalmazva egy adott szituációban persze, elfogadó tud lenni, persze, de aztán jó, akkor visszazökkenjük hát a saját cséletünkben. De ugye van az, amikor csak azért teszel úgy, mintha, mert ugye tudod, hogy azért ez lenne az elvárás, meg más az, amikor tényleg elfogadod. Tehát, hogy egyenértékűnek tartod magaddal azt a másik embert. De ha nem tanulok meg egy élethelyzetet kezelni, nem tanulok meg benne, hogy mondjam, normálisan, tehát nem tudom, hogy mi az elvárt magatartás tőlem, akkor nyilván nagyon nehéz ez, hogy pontosan, én nagyon sokszor elmeséltem azt a sztorit, hogy én... Bocsánat, életemben először 82-ben voltam Nyugat-Európában, Németországban, és akkor még eléggé kicsi gyerek voltam, és teljesen meglepett az, hogy egy ilyen falunapra fogyatékkal élők jöttek, hozták a család, az iskola, a bentlakásos iskola, stb., ami nekem egy teljesen új élmény volt, hiszen, bocsánat érte, de lehet, hogy hülyén hangzik, egyrésztről ez szerencse, másrésztről meg nem annyira, nem találkoztam fogyatékkal élő emberekkel, mert a környezetemben nem nagyon volt, másrészt meg hát valahogy nem is hoztak össze vele, lehet, hogy ez az érzékenyítésnek a témaköre, és hogyan tudna valahogy kezelni egy ember olyan élethelyzetet, amiben nem volt még. Tehát kis túlzással mondhatnám ezt úgy is, hogy hiába vagyok semmilyen hátránnyal nem élő, de ha mondjuk soha nem voltam még, nem tudom, Nobel átadási ünnepségen, akkor lehet, hogy simán belovagolok rövidgatyába meg lóháton, miközben ott azért megvan a hétköznapi viselet, ami ott teljesen normálisnak nevezhető, vagy csak az nevezhető annak. Persze, értem a kérdésedet, és nagyon, nagyon jó ez, amit mondasz, hiszen pont ez a lényege, hogy minden, amivel nem találkoztunk még, ami ismeretlen számunkra, attól félünk, tartunk. Most nyilván, hogy egy olyan fogyatékkal élő ember, akin még esetleg látszik is a fogyatékossága, hogy persze, hogy az riasztó lehet. Milyen udvariasan közölte velem, hogy rajtam nem lehet. De bizony. Igen. De hát mert tényleg nem minden fogyatékosság látszik. Ez tehát így van. Most ugye mennék be, például az autizmus, az például pont egy olyan, ami nem látszik esetleg, és akkor ugye meglepődünk, ha egy autista másképp viselkedik, mert ugye azt gondoljuk, hogy neveletlen, és hogy az anyukája így meg úgy, és akkor nem szól rá, meg na. Tehát, hogy nem mindegyik látszik, és akkor igen, és ezért lenne fontos az érzékenyítés, hogy te is megtanuld, meg mindenki más, aki egyébként nyitott rá. De ez hogy... rossz szó, nem? Mert ez abból indul ki ez a történet, mint hogyha nem akarnék érzékeny lenni, pedig csak egyszerűen a felület hiányzik. Persze. Tehát azért gondolom azt, hogy ennek egyetlen egy módja van, tehát társadalmilag, hogyha ezt ugye a lehető legkisebb korba elkezdjük. Tehát, hogyha össze van engedve a fogyatékkal élő, az úgymond épp gyerekkel, együtt járnak óvodába, iskolába, stb. És akkor ez annyira természetessé válik mindenkinek, hogy nem is jut eszedbe, hogy neked most itt mit kell csinálni. Uh-huh. Mert benne jöttél. Mert benne vagy. Tehát, hogy igen, ebben nőttél fel, és akkor nem kell ott nem kell érzékenyítés. Tehát tudjuk azt, hogy... És ez megoldható? Mert ugye ezen állandóan megy a vita. Hát igen, hogy, most persze ezen megy a vita. Jaj, hát az én gyerekem le fog maradni azért, mert olyan gyerekekkel foglalkoznak. Én nem gondolom, most szerintem meg kell nézni azokat a tapasztalatokat, amelyek
Magyarországon is vannak olyan iskolák, akik inkluzívan oktatnak, és meg kell nézni az ottani tapasztalatokat, és a Lajtán túl ez meg annyira természetes, hogy ugye ott meg nem is lehet úgy óvodai csoportot nyitni, hogyha nincsen benne legalább egy fogyatékkal élő gyermek. Azért ne csináljunk. Tehát most bocsánat, érte? Tehát, persze. Egyébként ez a számok alapján én tényleg nem tudom, hogy Pakson hány embert érint, ez hány családot érint. Nem tudjuk mi sem, mert ugye ez egy érzékeny adat, tehát ezt... Nem is az a baj, hanem nagyon sokáig azt vettük észre, mint hogyha mindenki dugta volna, tehát lehetett tudni. Hát persze, és akkor amióta vannak ugye napközi otthon, stb. Esetleg azóta többen felvállalták ezt a dolgot. Igen. De egyébként ezt meg lehetne csinálni? Tehát felkészültek akár az óvónők iskolában? Hát nyilván tanítók. Ott kellene kezdeni persze a pedagógusok oktatásával. Igen, tehát jobb. Nyilván a pedagógusok oktatásával kellene kezdeni, tehát ez egyértelmű. És nyilván, hogy tehát azt is aláírom én, hogy vannak olyan fajta betegségek, vagy olyan fajta állapotok, amit tényleg nem lehet inkluzíve megoldani, de azért nagyon-nagyon sok esetben működhetne ez. Tehát, hogy tényleg én azt gondolom, hogy megfelelő előkészítéssel, megfelelő ismeretekkel is, de nagyon sokszor azt tapasztaltam, mert nekünk nagyon sok gondunk volt Erikával az iskolában, hogy legtöbbször nem is a konkrétan, a gyógypedagógusi ismeretek hiányoztak ahhoz, hogy ez működjön, hanem a szív. Igen. Hát az emberi oldal, de erre megint csak azt tudom mondani, azzal együtt, hogy ha nem tanulunk valamit, és nagyon sok ilyen van, mert ugye ha benne növünk fel, amiről beszéltünk, igen, hogy az lenne a legszerencsésebb, akkor ez automatikussá válik, hogy tudom, hogy volt egy csoporttársam, egy barátom, mert ugye gyerekkorban mindenki barát mindenkinek, és megtanultam, hogy hogyan kell szólni, mert ugye agyrém az, hogy ott van az ember, hogy lát egy fogyatékossággal élést, és hogy hogyan hozzam szóba, hozzászóljam-e, leplezem-e a meglepődésemet. Egy csomó olyan kérdés van, igen, amitől mi... Mitől vagyok tapintatlan, milyen kérdés? Igen, tehát ez biztos, hogy mind a két részről nehéz. Áldozattá válunk a saját hülye helyzetünk. Erre én csak azt az idézetet tudom mondani, és azt hiszem, hogy ebből talán minden benne van, hogy ugye van egy ilyen kis mondás, hogy hát mi, hogy szeretett, ha szólítanak, hogy fogyatékkal élő, vagy sérült, hát a legjobban azt szeretem, hogyha mit a Jóskának szólítanak. Igen. Tehát, hogy szerintem teljesen természetesen ugyanúgy kell kezelni, mint a másik embert. Na de én nem viselkedek sokszor természetesen. Tehát mit csináljuk a saját meglepettségemmel? Hogy általában nem viselkedsz. Azon nem hiszem, hogy bárki megsértődik fogyatékkal élőként is, hogyha te meglepődsz az ő állapotán. De utána én már nem tudok vele mit kezdeni, hogy esetleg nem úgyra. Tehát az ember beindul egy olyan spirál, ha tényleg komolyan, és tényleg ezért jó ez az érzékenyítés, vagy ezért jó, ha megtanulunk természetesen viselkedni, vagy szembesülni ezzel a dologgal. Csak ugye én nagyon sokszor azt látom, hogy semmi más, mint kommunikációs probléma, hogy én próbálok kompenzálni, ő érzi, hogy nem tudok természetesen viselkedni, és ez olyan, mintha neki szólna, pedig nem neki szól, hanem a helyzetnek, amiben én nem találom fel magam. Hát egyébként van itt egy kompetens személy, akit meg lehet kérdezni, igen, hogy tehát, hogy ő például mit szeret, hogy tehát téged mi zavar, amikor tehát mint fogyatékkal élő, téged mit zavar? Hát én azt sem szeretem, amikor sérültnek szólítanak, tehát azt nem, arra nem vagyok vevő. Érthető módon. Viszont tehát az emberek azok sértőek tudnak lenni, az igaz. Főleg velem és az embertársaimmal szemben, ezt láttam én is. Sokszor bámultak utcán. Meg lehet ezt szokni egyébként? Nem, hozzá tudsz szokni? Nem. Most már igen, régebben nem. Érzelmileg feldúlnak ezek a dolgok, vagy hát hadd bámuljon majd. Igen, tehát az ilyen dolgokra sem vagyok vevő. Tehát, hogy az embereknek a kedvességre inkább jobban
ágyam, mint erre a számtalan viselkedésükre. De van azért kivétel, gondolom, akik kedvesek, segítőkészek tudnak lenni. Persze, vannak olyan. Csak kevesebben. Igen. És maga a programban most, amiről beszélünk, igen? Hogy ugye... A rejmentes divatban mutatom? Így van, például. Igen, erre fogunk ráfordulni. Hogy ezek hogyan tudnak segíteni, mert ugye most is azt látom, és a beszélgetésünkből is az látszik, hogy hát tulajdonképpen tényleg csak azt kéne tudnunk megtanulni, hogy, hogy mert ez tényleg egy kommunikációs zavar, hogy ő félreérti, amit én csinálok, én félreértem azt, hogy ő mire számítana tőlem, viszont hogyha vannak felületek, akkor ha már az óvodába elmulasztottuk, akkor ezek talán segítenek bennünket, mert ugye arra sem biztos, hogy mindig van lehetőség, hogy mindenkit egyénileg megismerjen az ember, és akkor utána az már ugye természetes lenne, hogy tudom, hogy hogyan kell vele beszélni. Kapcsolódva még hozzátennék ez egy kiegészítő kérdést, hogy akinek nincs családjában és környezetében fogyatékkal élő ember, akar-e, vagy nyitott-e az érzékenyítő rendezvényekre? Tehát, hogy el akarnak-e menni, mert meg akarják-e ezt ismerni? Mert ez egy szabadon választható dolog. Ti rengeteg munkát, energiát, saját tapasztalatból beletesztek olyan dolgokat, amik nektek természetes, és szeretnétek, hogy a világ úgymond nyitott legyen és alkalmazkodó, de vajon az emberek, akiknél úgymond minden rendben van, nem érzik ezt, akarják-e érezni ennek a súlyát? És most bármelyik Erika válaszolhat. Próbálj meg, nem Erika válaszolni. Eddigi tapasztalatok alapján változó. Tehát van, de jó irányba változik, vagy úgy változó, hogy ez hullámzó? Inkább hullámzó, illetve nyilván számít az, hogy ország melyik területéről beszélünk. Én úgy érzékelem, hogy pontosan azért van szükség több érzékenyítése ilyen programokra, mert itt még egy kicsikét lassú ennek a folyamata. Gyerekcipőben. Igen, tehát a nyitottság az még egy kicsikét nem tökéletes. És ezt, hogy minél többet beszéltek róla... Már, bocsánat. Hát Paks Tolna megye. És hogy minél többet beszéltek róla és szerveztek eseményeket, erre szükség van ahhoz, hogy az emberek így észrevegyék, mert egyszerűen csak nem találják szembe magukat ezekkel, és ez sokat segíthet? Biztos vagyok benne, hogy sokat segít, mivel hogy ez egy figyelemfelhívás is. Uh-huh. Mert az, akinek most nincs a környezetében ilyen ember, még nem jelenti azt, hogy nem lehet. Uh-huh. És amikor belekerül, akkor megváltozik körülötte minden. És lehet, hogy előtte nem volt nyitott, de akkor lehet, hogy tudja, hova forduljon. Uh-huh. Vagy már némi információval rendelkezik az ügyben, hogy ne egy ilyen hideg zuhanyként érje valami, hogy azt se tudja tényleg, hogy merre kell fordulni, kihez, és hát nem biztos, hogy tehát amíg nincs ilyen élethelyzet, addig nem lesz rutinja senkinek ebben, de azért tényleg minimális információkkal tudnak rendelkezni. Összekött. Itt is vagyunk újra, 8:30 előtt járunk már 3 perccel, és a Paksi Szivárvány Egyesület képviseletében itt van Pákolic Erika, aki a titkár, Koncz Erika, aki a vezető helyettes, az igazgató helyettes, és itt van természetesen Pákolicné Lengyel Erika is, itt közben figyelem félszem, itt van persze Strasser Tamás is, ő se adjuk ki. Tiszteletbeli Erika. Lánykori nevén. Erika. Sziasztok! Szerveztek most egy akadálymentes divat bemutatót, és egy nagyon szépen megfogalmaztad ezt, hogy igazából sokszor nem is a fizikai, hanem a társadalmi akadálymentesítés az, ami itt egy sokkal nehezebb feladat ezen a területen. És ugye beszélgettünk az eseményekről, az érzékenyítésről, most akkor forduljunk rá konkrétan erre, jó, amit most szerveztek az akadálymentes divat bemutatóra. Ez úgy történt, hogy igazából már régóta motoszkált az bennünk, hogy kellene valami nagyobb eseményt csinálnunk, csak ugye hát pénz, paripa, fegyver és ilyenek hiányoztak hozzá. És olyan szerencsénk volt, hogy találtunk egy pályázati lehetőséget az Emberség Erejével Alapítványnak az erősödő civil közösségek programjában. Ez egy nagyon jófajta pályázati folyamat tulajdonképpen, mert vannak előtte pályázati tájékoztatók, előtte is egy felkészítés, tehát, hogy és elég könnyen megírható pályázat. Mondhatjuk, hogy a pályázat hívta életre, vagy igen, na és akkor ott
Tehát azt akkor, ötletet. Amikor el voltunk a tájékoztatókon, akkor azt tudtuk, hogy most mi pályázni szeretnénk mindenképpen, mert ez ilyen kis egyesületeknek is lehetővé teszi a pályázást, tehát nem kellett önrész, meg nem tudom én micsoda, és akkor úgy bevillant, hogy akkor próbáljuk meg ezt az akadálymentes divat bemutatót. Egyébként tehát nem teljesen légből kapott az ötlet, mert csináltak ilyet. Hol? Már és ez mennyire is népszerű, mondjuk világszerte? Okay. Már több városban, az országban történt ilyen. Van, aki ezt vállalkozásszerűen csinálja, de én azt szerettem volna, hogyha ezt mi itt saját magunk hozzuk létre, mert mi ismerjük itt a helyi adottságokat, a helyi fogyatékkal élőket, és az legyen ide helybe szabva. És akkor megírtuk a pályázatot, és a legnagyobb meglepetésünkre nyertünk 400 ezer forintot ennek a legnagyobb meglepetésünkre, hogy első ilyen nagyobb pályázatunk volt, tehát tényleg eufórikus hangulatba kerültünk, amikor megláttuk a nevünket, tehát hogy én akkor még mindig írtam e-mailt, hogy biztos-e, vagy nem elírták-e, vagy hogy kicsit tényleg. Kicsit, mint a lottó ötöskör, mert egyébként nyilván, ha nem lett volna jó a pályázatunk, nem fogadják-e, tehát nem nyeremény ez, hanem munka van mögötte, csak hogy tényleg, mivel nem volt még ilyen nagy dolog nekünk. Ez nagyon, tehát nagyon örültünk. De ez csak öröm volt, nem az volt, hogy te jó ég, és most mit csinálj? De persze, hát ez az első pillanatban, ugye az első 5 percben örülsz, és a második 5 percben meg rádzúan az, hogy úristen. Na, hát akkor most aztán kössük fel a gatyát, mert ugye most akkor nagyon rengeteg munka lesz. Na és amiért elfogadták a pályázatunkat, annak ellenére ugye, hogy hát erőforrást azt ugye kevesen tudtunk felmutatni, az volt. Nem is pénzbeli, mindenféle erőforrást kértek inkább a pályázatba, tehát, és megmondom, miket írtam. Azt, hogy a fogyatékkal élő emberkéket nevelő szülőknek olyan tulajdonságai, képességei, készségei vannak, ami bármit legyőz, és nekünk ez az erőforrásunk. Hoppá! Igen, például. Nagyon szép. Igen. Csoda! És meg hát maguk a fogyatékkal élők is, akik ugye az egyesületünk tagjai, ők is csodákra. Te így erős is meg így gondolod anyukádat? Hát igen. Mindenféle energiatartalékkal rendelkezik. Hát, bocsáss meg egyébként, hány főt jelent ez? Már többször említettük igen, ezt konkrétan először, hogyha mit tudnád mondani, hogy a fogyatékkal élők mennyien vannak? Fővel működünk. Voltunk többen is, csak mivel az most kimaradt az első blogból, hogy hát küzdünk a kezdetektől, hogy nincs egy saját helyünk, és akkor így itt-ott ilyen felajánlott helyeken vagyunk, meg a saját lakásunkban is, mert ugye oda van bejelentve az egyesület, és ezért hát ugye fogytak is el a tagok közül, mert ugye hát ugye adott, hogy mondjuk 10-nél több embert nem tudok leültetni, ha nincs olyan helyünk, de most lett két új tagunk is, aminek rettentő módon örülünk. Meg önkénteseink is van. Önkénteseink is, majd ugye erről beszélünk. Na és azért nyertünk végül is a pályázaton, mert úgy építettük fel, hogy egy hosszú folyamat legyen a felkészülés, amit ugye egy ilyen kis csapattal is meg tudunk csinálni. El is kezdtük mi ezt januárba, ugye mivel december 4-ére van tervezve az esemény, azért akkora, mert december 3-a a fogyatékkal élők világnapja, az egy pénteki nap lenne, és úgy gondoltuk, hogy a szombat talán jobb lesz, és ezért lett a másnap szombatra téve. Na most el is kezdtük mi ezt januárba, de ugye akkor talán még túl korainak tűnt, hogy mit akarunk még december, mit akarunk, a december az olyan messze van még, meg mit tudom én mi. És akkor azzal indítottunk, hogy az iskoláknak elküldtük az e-maileket, hogy várunk önkénteseket a köreinkbe, ugye, hogy csináljunk meg ezt a közszerződést, a közösségi munkát, hogy elvégeztessék nálunk a fiatalok, és fölajánlottuk az érzékenyítő programjainkat is, hogy szívesen elmegyünk iskolákba, hogy pont ezért, hogy ott egy kicsit a fiatalokkal megtapasztalhassák. Mennyire nyíltak ki a kapuk? Hát semennyire. Tehát ez nem jó hír. Igen, tehát most tehát, hogy én mi őszinte lányok vagyunk itt, tehát én most nem fogok kertelni, tehát semmilyen meghívást ez ügyben nem kaptunk, pedig még ugye január, február, márciusban még ugye volt tanítás, tehát nem az volt éppenséggel a tehát
Nem a Covid helyzet volt. Nem, tehát akkor még nem szó sem volt zárkozni. Erről, igen. És egyáltalán, tehát a közszerződéseket sikerült megkötni, és aztán ennyibe maradt, önkénteseket sem küldtek csapatostól hozzánk. Tehát, hogy nem jó tapasztalataink vannak ez ügyben. És ebből is látszik, hogy szükség van erre. Igen, igen, és ezért ez egy kicsit olyan 22-es csapdája, mert tudjuk azt, hogy szükség lenne rá. De viszont, már itt a viszont nem tudjuk áttörni azt a falat, uh-huh. ami van, vagy ezt az inger küszöböt, amit nagyon szeretnénk végre megugrani, hogy nem tudjuk pontosan még ennek a módját, mert ezen nagyon dolgozunk, és nagyon küzdünk ezzel. És akkor ugye szépen folyamatosan Facebook hirdetéseink voltak, hogy keresünk ugye résztvevőket, mert ugye nem csak az egyesület tagjai szeretnénk, hogyha részt vegyenek ezen a divatbemutatón. Nem ablakon kidobott pénz volt a Facebook hirdetés? Most mit tudjak, 10 000 fő látta. Erika nagyon kuncogott. Igen, 10 000 fő látta, mert ugye kiírja a hirdetésnél, és ebből ugye hát gyakorlatilag azt hiszem két résztvevő jelentkezőnk volt. Akik kerekesszékesek, ők szeretnének majd részt venni, és más felajánlás nem érkezett, ugye hirdettük, hogy szeretnénk. Mi ezt úgy képzeltük el. Na mi a koncepció? Igen tehát mertünk nagyot álmodni, és azt szerettük volna, ha ez olyan igazi városi összefogással összejönne. Hogy jönnek majd a felajánlások, hogy mindenki töri össze magát, és versenyez azért, hogy kiírhassuk a nevét, hogy támogatóink voltak, ez a rendezvény nem jöhetett volna létre nélkülük, és ott szépen kint lesz a neve, és ez, én úgy gondolom, hogy egy normális társadalomban ez egy ingyen reklám. Igen. Tehát, hogy egy jó ügy mellé odaáll valaki. És hogy jönnek vállalkozói felajánlások, hogy a termet felajánlja valaki, hogy akkor itt lehettek nálunk, hogy ruhákat ajánlanak fel, amit majd ugye felvesznek a résztvevők, hogy mit tudom én, felajánla valaki, aki kézműves táskákat csinál, hogy akkor ezt is fölvehetitek, hogy ugye be kell majd szépen rendezni a termet, akár most rendezvényszervező, vagy virágos, vagy mit tudom én, akármi, de hát ugye ebben is csalódnunk kellett, mert ezek még eddig úgy nem sikerültek. Mióta nyilvános ennyire igaz az esemény, hogy mióta lehet erre jelentkezni? Így a promóciót hát, milyen csatornákon végzitek, igen. Mennyire hatékony ez? Ugye egyelőre... Nem, mert bocsánat, csak, ugye, még igen, csak persze. Kiegészíteném, hogy lehet, hogy nem az érdeklődés hiányára magot, hanem lehet, hogy még nem tudnak igen, nagyon igen, róla. Tehát valószínűleg ez... És ugye utána nekünk is jött ez a covidos időszak, amikor ugye leálltunk, mert hogy ugye nem is tudtuk, hogy merjünk-e. És akkor most jutottunk megint nyár elején oda, hogy úgy döntöttünk, hogy mi most optimisták leszünk. Uh-huh. Tehát, hogy mi most ezt meg tudjuk ezt a rendezvényt tartani, hogy nem lesz olyan a járványügyi helyzet, és most mi belevágunk. Mert egyébként... Egyelőre eléggé úgy jár, hogy... hogy nem tudni. Tehát most is bizonytalan minden, de eléggé úgy jár, hogy igen, nem tudunk senki. Igen. De azt se tudjuk, hogy jövő héten mi lesz, nem, hogy de ettől függetlenül mi most... 500 fős rendezvényeket... Igen, na most nyilván, hogy valószínű... Jó lenne persze, de nyilván úgysem terveztük ezt 500 főnél nagyobba, tehát hogy azt gondolom, hogy az, amit mi terveztünk, az beleférhet. Igen, meg a városnál fér. Igen, majd beszélünk arról is. Ezért úgy döntöttünk, egyébként lehetett volna, tehát a pályázó felajánlotta azt is, hogyha úgy gondoljuk, hogy nem tudjuk megvalósítani, vissza lehetett volna lépni, de mi nagyon szeretnénk megcsinálni. Uh-huh. Tehát minket van ennek valami határideje, hogy meddig kell ezt megvalósítani? December 31-ig sajnos ez ugye meg kell. És a koronavírus nem tud nyújtani ezen? Nem. Tehát ez sajnos az viszont nem lehetett kitolni. Na, és akkor így most ezért is jöttünk ide, hogy akkor hát, ha tényleg az a baj, hogy nem tudnak rólunk. Csapjuk itt a rádiópultra. Igen, és akkor most tényleg nagyon várunk mindenféle szempontból mindenkit, és
De ez mindig nagyon nehéz egyébként, hogy mindenkit várunk, ez nagyon jó, igen. De ha tudunk konkrét dolgokat mondani, hogy mire van szükség, lehet, hogy igen. Egyeseknek beindítja. Rendben, ezzel a térünk vissza, ez lesz az utolsó blokkunk, jó? Jön egy rövid kereskedelmi kitérő előtte, a Dance Monkey, és akkor összegezzük. Jó, és a... Jó, kedvenc dalom! Na, tényleg? Tényleg az? Igen. Mert ugye... Jó, hát akkor nagyon örülünk, akkor figyelj, Erika, mindannyi Erikák, de főként neked, akkor menjen most ez a dal neked, jó? És akkor a kereskedelmi kitérő után pedig jövünk vissza, összegzünk mindent, és hogy mire van szükségünk, azt is az égbe kiáltjuk. Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora. Itt is vagyunk újra, 3:49 múlt, 2 perccel, nagyon gyorsan elmondom a feladványunkat, hiszen elkezdtünk már megint játszunk, a Paks FM-en mindig játékok vannak. A Korall üzletlánc jó voltából tanszervásárlási utalványokért játszunk, aminek az a menete, hogy itt egész nap 3 játékost fogunk sorsolni, ugye itt az élesztőben, délelőtt és délutáni műsor sávban is lesznek nyerteseink, anagramma játékot játszunk, az a lényeg, hogy mondunk egy szót, és ugyanazokkal a betűkkel, ugyanannyi, azzal a darab számmal egy másik értelmes szó kell, hogy SMS vagy Viber üzenet formájába befusson ide a Paks FM szerkesztőségébe. A mai feladványunk itt az élesztőben salakot kiás. Ezt kell valami más szóval úgy összekeverni a betűket, hogy egy más értelme szó jöjjön ki belőle, és annyit elárulunk segítségül, hogy, hogy az iskola kezdéssel és a tanszereket is azért valamivel bele szoktuk rakni, és azt ugye el kell a kis nebulónak az iskolába juttatnia, vagy legalábbis nem hátrány. Úgyhogy ezt írjátok meg, salakot kiás. Mi ez a másik szó, amit összetudtok ezekből a betűkből rakni. 0629411001, 9 óra után fogunk sorsolni egy játékost, akiből holnap akár nyerte, akiből akár holnap nyertes is lehet. Az a lényeg, hogy 3 ilyen játékos születhet itt egy nap, és mindig az élesztőben fogjuk másnap sorsolni a nyertest, és a végén egyébként ezek közül, a játékosok közül fogjuk kisorsolni a 40.000 forint értékű vásárlási utalványt, amit a Korall üzletláncnak köszönhetünk szintén. Úgyhogy hajrá, jönnek is szépen a megfejtések. Igen, nagyon jó mindenki. Hát aki küld üzenetet, az már mindenféleképpen jót küld, mert sikerült összerakni azt a bizonyos szót, ami várunk ide. 0629411001, és az Erikákat még mindig a Szivárvány Egyesület képviseletében szeretettel köszöntöm. Pákolic Erikát, Koncz Erikát és Pákolicné Lengyel Erikát. Sziasztok! Továbbra is beszélünk az akadálymentes divat bemutatóról. Akkor egész konkrétan beszélünk most már erről a december 4-ei eseményről. Tehát akkor úgy tervezzük ezt december 4-én, hogy lesz ugye egy olyan szempontból klasszikus divat bemutató, mint ahogy a nagyok csinálják, tehát szép ruhákba felvonulnak ugye a fogyatékkal élő fiatalok, idősebbek és fiatalabbak, és ugye ehhez kell nekünk ugye az önkéntesek segítsége, mert lesz akinek ugye segítség kell a felvonuláshoz, lesz akinek ugye az öltözéshez, meg vegyesen, és ugye, ja, hát ugye a sminkest és a fodrászt ugye az is kell majd nekünk ez, tehát lesz egy hagyományos szép divat bemutató, és ugye azért választottuk a divat bemutatót, mert ugye sokan kérdezték, hogy miért pont divat bemutató, azt mondtam erre, hogy azért, hogy ezek a fogyatékkal élő fiatalok és idősebb emberek, akik általában ugye elbújva, elszigetelve élnek, legyen egy nap az övéké, amikor kiállhatnak a fényre, és mindenki őket figyeli. Tehát, hogy konkrétan és átvitt értelemben is, hogyha értitek. Abszolút. Igen. És utána pedig szeretnénk előadókat, zenei előadókat hívni. Megpróbálunk olyanokat, akik szintén vagy maguk is fogyatékkal élők, vagy ilyen irányba mozognak, és akkor a végén pedig együtt szeretnénk egy bulit
egy táncos helyszín egyébként? Hát most ugye helyszínünk sincs még, hát mert majd most rá fogunk arra kanyarodni, igen, akkor mire igen, van nagyon, szükség nagyon, hát, a bevásárló listát, igen, akkor összeérjük itt a ami nagyon, tehát ami a helyszínben csak úgy tudunk gondolkodni, hogy az ugye akadálymentes legyen, tehát uh-huh. ez nem kérdéses, mert egy ilyen rendezvényt se ugyan máshogy nem lehet, csak úgy, hogy ha már a modellek most, nem tudnak bevonulni akkor... igen, tehát most nem, tehát gondolkozzunk mi ugye Duna Hotel, Erzsébet szállónak is van szép nagy terme, még nekünk a képtár is eszünkbe jutott, de hát ugye nem tudjuk még egyiket sem, hogy melyik lenne, amit megkaphatunk, és ugye akkor ugye mondtuk, hogy kell nekünk majd sminkes, fodrász, kell ugye önkénteseink már vannak, de még várunk önkénteseket is, tehát tudjuk igazolni a közösségi munkát, hogyha fiatalok jönnek, tehát ez nem probléma, de felnőtt önkéntesek is jöhetnek, akik úgy gondolják, hogy ők otthonosan mozognának ezen a terepen. Azért van ez az előkészítő szakasz, hogy össze tudjanak ismerkedni a csapattal, hogy ne előtte nap kerüljenek szembe azzal, hogy ez itt milyen helyzet. És akkor mindenkinek egyénileg szeretnénk kijelölni az ő segítőjét, és akkor ők össze tudnak szokni még december 4-ig. És aztán mondom, hát akkor... És a modellek? Ők is önként jelentkezhet egyébként? Hát igen, még várunk, igen, még jelentkezőket, és teljesen mindegy, hogy milyen korú, tehát ha valakinek úgy gondolja, hogy gyerek is szívesen jönne, akkor természetesen ő jöhet a szülővel, tehát... nincs akadály, tehát nincs korbeli megkötés, tehát bárki jöhet, aki úgy gondolja, hogy szeretne ezen részt venni. Tehát nagyon várunk még jelentkezőket. És hol lehet jelentkezni? Hát a Paksi Szivárvány Egyesület Facebook oldalán is, és ott fel vannak tüntetve telefonszám is, tehát minden elérhető. Hát a Facebook a leggyorsabb. Igen, e-mail, telefonszám, egyszerű. Üzenet, messenger üzenet, tehát ott minden elérhetőség megvan. Tehát igazából várjátok a helyszínt is, igen. Illetve a segítőket, illetve igen. Azokat és hát mindenféle vállalkozásokat, tehát mondom, ruhákat is úgy szeretnénk, hogy kapnánk szép ruhákat, ami természetesen majd utána ugye visszaadunk, vagy tehát bármi olyat, ami egy divat bemutatón, még szeretnénk esetleg egy kis büfét is ott ugye, hogy akkor erre elég hosszú lesz rendezvény, hogy akkor közben esetleg lehessen majd enni, tehát ezekre mind... Tehát minden. Persze. Kísérő. És természetesen, mivel van egy kis költségvetésünk, tehát van, amire fizetni is tudunk, de mondjuk lehet, hogy nem piaci árat, hanem egy kicsit egy megegyezés alapján, hogy akkor mégis úgy érez az ember, hogy na, akkor nem legyen inkább ez egy jótékonysági rendezvény. De nagyon szeretnénk, igen, hogyha ha az azt is... Úgy lenne korrekt, nem igaz, kedves igen, paksiak? Igen. Na, hát akkor Paks FM-en nem múlik, és reméljük, hogy összekötünk minden olyan emberrel és vállalkozással és segítővel benneteket, akivel csak lehet, illetve akire szükség van. És akkor nyilvánvalóan december 4-e azért még odébb van, úgyhogy tudunk róla jó sokat beszélni, jó sokszor, mármint, hogy azért nem erüljön feledésbe. Igen. Úgyhogy sok sikert kívánunk ahhoz, hogy jöjjön ez a nagy áttörés, legyen ez a rendezvény, amikor ténylegesen, ugye itt beszéltünk arról, hogy itt ezt az első lépést kellene, ezeket az első nagy falakat ledönteni, akkor utána már talán jobban lehetne közlekedni itt ezen a területen is, ugye? Igen, mert tulajdonképpen ez a pályázat arról is szól, ugye erősödő civil közösségek ugye címmel, hogy ez a rendezvény azon kívül, hogy nyilván ráirányítja a fogyatékkalőkre a figyelmet, a mi egyesületünket is megerősítse egy kissé, tehát ugye cél az, hogy mi is elismertebbek legyünk, elismerjék végre a munkánkat, és hogy ugye esetleg új tagjaink is legyenek. Tehát, hogy ez egy hosszú útnak még az eleje. Persze, de hát nem olyan fából faragtak minket, akik hamar föladjuk, úgyhogy... Nagyon helyes. Úgyhogy megyünk, jó. Dolgozunk tovább. Itt vagyunk veletek, és köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük. És bármilyen eseményről, bármilyen történésről, fejleményről informáltok bennünket, hogy mi is tudjuk a hallgatókat, illetve a paksiakat, meg át a vételkörzetünket. Na, az Erikáktól elköszönünk, itt volt Pákolic Erika, Koncz Erika és Pákolicné Lengyel Erika. Sok sikert kívánunk a Paksi Szivárvány Egyesületnek, és létesüljön, vagy hát jöjjön létre ez a rendezvény, de ehhez persze ti is, kedves paksiak, kelletek. Mi pedig 9 óra után visszajövünk, és sorsolni fogunk.
Még több napsütés, még több naptej, és még több nyári sláger a Paks FM-en. Paks FM, összekötünk.